Sziasztok! Én Fóger Frigyes vagyok, szabad filmes. Ma csütörtök van, és elindítom a Csütörtököt mondok, nagy kérdőjellel című rovatomat, aminek az a lényege, hogy ti küldtötek nekem néhány kérdést, én meg megpróbálok legjobb tudásom szerint válaszolni ezekre a kérdésekre. Milyen egy filmes művész élete? Szar. De azért sokszor nagyon szép is tud lenni. Szerinted mi a legnagyobb fenyegető veszély manapság? A mesterséges intelligencia. Ki a példaképed? Az elcsatolt területeken élő barátaim. És miben hiszel? A végtelen emberi hülyeségben. De komolyra fordítva, a szellemi világok bölcsességében. Nem félsz, hogy amiért túlságosan szabadszájú vagy, és esetleg Erdélyben egyszer jól megvernek a románok? A kérdés jó. Hát akkor majd egyszer jól visszadobom nekik kenyérrel. Jó kőkemény száraz kenyérrel. Miért nem álltál be eddig a sorba? Miért nem kurvultál el te is? Már nagyon korán megismertem néhány nagy kurvát a szakmámban. Úgyhogy ezért inkább a mazohizmust választom. Te hogyan élnéd túl a következő éveket energiaválság szempontjából? Ha lenne pénzem és lehetőségem, akkor építenék magamnak egy dombházat. Mert sok évvel ezelőtt már forgattam, filmeztem néhány ilyen dombházba itt Magyarországon is, és bizony az egy kemény tél volt, és tartotta mindenféle fűtés nélkül a levegő hőmérséklete bent a 16-17 Celsius fokot, úgyhogy az egy jó dolog lenne. A híres nagy emberek közül kire nézel fel legjobban? Johann Sebastian Bachra. Kiket utálsz a legjobban? Azokat az agresszív bunkókat, akik jól ki vannak tömve pénzzel és jó zsíros állásban leledzenek, és közben osztják a spiritualitás minőségi példáit, miközben ők maguk eléggé spirituális a materialisták. Én alapvetően úgy vagyok összerakva, hogy nem utálok senkit, illetve nagyon gyorsan meg tudok bocsájtani szinte bárkinek. Miért jöttél vissza ennyi idő után Magyarországra és Erdélybe? Ez is egy jó kérdés. Bárhol is jártam a nagyvilágon kamaszkorom óta, mindig azt vettem észre, hogyha az emberek megtudják, hogy Kelet-Közép-Európából származom és magyar vagyok, akkor szinte mindig ugyanaz az a lenéző, hát igen, lenéző szempárak fogadtak. Ehhez hozzászoktam, bár elég nehéz ehhez hozzászokni. A másik meg az, hogy ahogyan láttam a felkent nyugati világnak a csodálatos fejlődését vagy visszafejlődését az utóbbi évtizedekben, úgy döntöttem, hogy most azért mégis itthon jobb lesz, amíg én még ebben a földi létben leledzek. Mi a véleményed az okos emberekről? Na, ez nem fair. A furcsa életem során én elég sok, hát igen, okos emberrel, nagyon okos emberrel kerültem kapcsolatba, és azt tanultam meg, hogy a nagyon okos ember sajnos legtöbbször nagyon rossz vezető. Azt is át kellett éljem sokszor, és voltam olyan életszituációkban, amikor ilyen emberekkel rövidebb, hosszabb ideig éltem együtt, a saját házukban, a birtokaikon, stb., hogy akiknek nagy a szívük, nagy szívű, jó szívű emberek, azok viszont hát a józan paraszti eszüket használják kevesebbet, és a balanszt, az egyensúlyt, azt igencsak ritkán láttam, amikor a két minőség, hát, jól működik. Na, az a legjobb. Alapvetően azt vettem észre magam körül, és erről egyébként tényleg most már lassan írhatnék egy könyvet, nagy kalandokat éltem át, hogy óriási hiány van az igazán jó szívű emberekből. A pofázás mindig nagy, de a tettek beszélnek, a többi kutyaugatás, ahogyan mondja a szólásmondás. Kevés a jó szívű ember. Viszont az egy őrült naplója közösségi oldalamon, ahol 11 ezeren követtek már, rengeteg jó szívű ember van. Úgyhogy a kivétel erősíti a szabályt. Húha, ez most hosszú lesz, de
megpróbálom összefoglalni ezt a hosszú nagy körmondatot, kérdést. Hogy is juthatna elég idő feltárni a bennünk rejlő végtelen ellentmondásokat, amikor is napi 10-12-16 órát vagyunk kénytelenek robotolni a puszta létfenntartásunkért? A rendszer nagyon hatékonyan működik, eladva magunkat. Hiszen nem lehet mindenki gondolkodó vagy csodás művész, akik természetesen tükröt is mutathatnak világunkról. Talán mégsem vagyunk elég bátrak az együtt gondolkodáshoz, a kérdések feltevéséhez, a vélemények nyílt vállalásához? Hát, köszönöm ezt a hosszú kérdéscsokrot. Szerintem a válasz benne is van. Kell hozzá bátorság. Ez az egyik legfontosabb minőség, amit én úgy látom, hogy nagyon hiányzik manapság. Bátorság, alázat, türelem, hát ez is egy hiányzik, felkészültség, és szövegértés sokszor. Ebből is nagy hiány tapasztalok. De alapvetően még egyszer annyit tudok mondani, hogy visszatérve az előző kérdésre, ezek fontos dolgok, de ami tényleg nekem nagyon sokszor hiányzott, a nagy dumák és mindenféle csili-vili gondolat, struktúrák közben vagy után, hogy a jó szív, a jó szívűség hiányzik a legtöbbet. Meg a megbocsátás képessége. Mert mindenki hihetetlen sebességgel tud véleményt alkotni, véleményt formálni másokról, nagyon gyorsan elítélik a másikat, sokszor engem is, mert máshogy nyilatkozok meg, mindenki egy kis külön világ tulajdonképpen, de alapból mindenkit skatujázik mindenki, sőt, legjobban azok, akik úgy tartják, hogy ők legalábbis magukat, hogy szellemi emberek, na, azok a legrosszabbak, tisztelet a nagyon kivés kivételnek. És még egyszer mondom, én azt tanultam meg a művészetből, hogy alapvetően itt a szívközpontúság hiányzik, mert az gyógyítani tudna mindent, még az emberi hülyeséget is, de mondom, de a józan paraszti eszünket is kéne azért néha fejleszteni, szerintem. Na, mi van még? Kíváncsi lennék, hogy szerinted mit jelentene egy független média? Független média nincs. Ennyi, kész. Viszont lehetne olyan média, amely nincsen kilóra megvéve, kipárnázva korrupt pénzekkel, különböző interestekkel. A helyzet az, hogy én nagyon-nagyon nem látok még potens, profi, szabad médiát, inkább így hívnám, azért, mert sajnos ott tartunk még szerintem legalábbis morálisan, hogy nem vagyunk képesek végigvinni egy hosszabb úton azokat a kvalitásokat, amelyekről csak papolunk nap, mint nap. Legalábbis az én körülöttem lévő emberek. A puding próbálja az evés, általában a próbákon el szoktak bukni az emberek, sokszor én is, tehát ezt is be kell valljam. Viszont az tény, hogy lépésről lépésre lehet fejlődni, és hogyha nem rögtön egy nagy médiába vágjuk a felszínket, hanem például elkezdünk egy kis YouTube csatornát építgetni, ilyen picike szösszenetekkel, videókkal, vagy rádióadásokkal, akkor lépésről lépésre a dolog elindul, és terjedni fog organikusan. Úgyhogy én abban hiszek, hogy nem egy nagy média kellene nekünk most itt, hanem ki lehetne használni az úgynevezett egykor még nagyon divatos terminus technicust a tudományos világban, a hálózatosodást. A hálózatosodást? Igen. Magyarul, ha sokan piciben elkezdenének készíteni a telefonjaikkal, hát rövid videókat, gondolatokat, vlogokat, nem csak ilyen tech videókat, hanem tényleg emberi szó hangozna el, elég csak 2 percben, néhány mondat, mi történt, hogy látták, mi történt veletek Gyergyóban, a Csíkban, kit szerettek, kit utáltok, milyen jó példákat tudtok mutatni, kiket kéne esetleg egy picit megvakarni, hogy hé, merre felé mentek. Tehát lehetne egy ilyen média felületeket fölépíteni szerintem, amihez, ahogy korábban is említettem, kellenének bizonyos minőségek, amelyek szerintem megvannak, csak ugye bátorság az még eléggé hiányzik manapság, de most még szabadok ezek a high-tech-es felületek, lehetne jól használni a saját épülésünkre,
nem csak a lépülésünkre, lásd Facebook és a többi baromságok. Úgyhogy, ja, kicsiben kéne elkezdeni, és használni a networkinget. Ha arra gondolok, hogy manapság az emberek kizárólag ellenségképekben tudnak gondolkodni, azaz, ha nem vagy velünk, akkor ellenünk vagy, illetve van a bal és van a jobb média, nincs középút, akkor van értelme egy független médiának? Hát persze, hogy van értelme egy független médiának, vagy egy szabad médiának, amiről előbb szóltam röviden, ugyanis nem csak jobb és bal oldal van, hanem ezt már közel 20 éve bebizonyítottam, amikor értetek, elindultam a nagyvilágba, és bemutattam az úgynevezett kulturális kreatívokat, mely kifejezése egy 13 éves amerikai tudományos kutatáson alapult, azt a hatalmas, rengeteg, sok-sok millió embert, akik a világ rengeteg pontján már egymás tudatosság alapján építik az új világot, és nagyon profik, vannak a biodinamikus mezőgazdaságban már nagyon jó példák erről, van a szociális életben különböző szerveződések, szuper jó példák ebben az irányban, sőt, a kulturális életben is. Nagyon sok nyugaton, keleten iskolák, szabad iskoláktól kezdve, vagy szabadabb iskoláktól kezdve, olyan művészeti intézmények vagy tevékenységek, amik bizonyítékok arra, hogy igen, van egy arany középút, amiről nem csak papolnak, hanem milliók tesznek már érte. Ezt a filmemet a kulturális kreatívokról anno, amikor én ezt elkészítettem, akkor ezt hát milliók látták, bárhol járok most egyébként még Erdélyben is, vagy Magyarországon, vagy itt a Felvidéken, vagy a Délvidéken. Mikor szóba kerül, hogy én miket csináltam eddig, akkor szinte mindenki kivétel nélkül azt mondja, ja igen, emlékszem arra a kulturális kreatív dolgokra, és akkor nagyon megragadta az embereket, és úgy látszik, hogy még azóta is a lelkükben mozog ez a csíra, ez az idea, hogy van egy arany középút, és lehet tenni érte. Nekem az volt a lényeg, hogy a praktikus példákat be tudjam nektek mutatni anno, ez sikerült. Voltak hihetetlen aranyos és fura sztorik is, hogy a film kapcsán emberek elindultak mondjuk Közép-Európából, és fölkeresték a filmnek az egyik szereplőjét egy biodinamikus farmon, az ottani farm store-ban, Mr. Pinget, aki egyébként egy magyar származású menedzser, és hihetetlen sztorik voltak, amikről majd később akkor esetleg mesélek nektek. Én most már nyugodtan elmondhatom azt a kis titkot, hogy tulajdonképpen ezekben a filmekben megpróbáltam becsempészni a magam módján Rudolf Steinernek a hármas tagozódás nevű ideáját, ami tulajdonképpen azt mondta, hogy Rudi bácsi, annó, hogy ez az egyetlen egy lehetőség, ami gyógyítóan hathatna a mostani, hát őrült világunkban, és ez a filmemben benne van. Tehát javaslom, hogy ha gondoljátok, akkor nézzétek meg újra, vagy nézzétek meg először a Kulturális Kreatívok a Forradalom című filmemet, mely kint van a YouTube-on is, illetve a Vimeo csatornámon. Engem a Vimeo-n látogattak az utóbbi sok-sok évben rengetegen. A YouTube-ot csak, nem tudom, 2 éve nyitottam meg, hogy legyen az is meg nekünk. Na, úgyhogy vannak megoldások, nem szabad feladni, nem szabad azt hinni, hogy tudunk mindenről, hanem az érdeklődésünket nem elveszítve, esetleg egy őrült naplójának a bejegyzéseit követve, hát meg lehet találni azokat a dolgokat, amik egy olyan egészséges és gyógyító arany középútra vihetnek el titeket is, amely emel és ki tud minket vezetni ebből az őrületből, ami most körülöttünk zajlik többek közt. A kérdezők neveit az ő saját védelmük érdekében nem fogom felolvasni. Úgy érzem, az intuícióm azt súgja nekem, hogy ez így most talán jobb lesz. Ha lesz még egy ilyen adás, ha van rá igény, és szeretnétek még kérdéseket feltenni nekem, akkor jelezzetek nekem, hogyha szeretnétek, hogy a neveitek is elhangozzon, amikor felolvasom a kérdéseiteket. Na tehát, van itt egy érdekes kérdés. Ez a fiatalember azt írja, hogy ebben is ebben a videóban Drábik János úr többek között vázolja a pénzhatalmi világ elit terveit, beszél a háborúról, stb. Ami engem érdekelne, az az, hogy vajon Drábik úr miképp látja és mit tud az antropozófiáról, mert az első videóban, 13. perc, a másodikban pedig a művallások és a valláspótlékok közé sorolja azt, mármint az antropozófiát.
Azért is kérdeztem ezt öntől, mert láttam, a jó harcot megharcoltam, a Drábik úrral készített portréinterjúját, és talán önnek volt alkalma jobban megismerni látásmódját. Nos, Drábik urat, ezt még nem tártam a nyilvánosság elé. Én tulajdonképpen 14 éves koromban ismertem meg, amikor Augsburgban engem meglátogatott egy templomi hangversenyen, amikor én egy Saint-Saëns cello versenyt játszottam egy zenekarnak az élén. Akkor éppen beteg voltam, és nem volt az én estém, tehát nem játszottam annyira jól, de rutinból végignyomtam. Akkor a végén odajött hozzám az épp aktuális ismerősével, és megkérdezte, hogy hát maga az a híres Vogel úr, az a nagy csellista titán, hát nem olyan jól játszott ma este. Akkor úgy ránéztem, és úgy elraktam magamba, hogy ez egy érdekes figura lehet. Na minden, a lényeg az, hogy az apám kapcsán, ugye aki a Magyar Királyi Televízióban volt gyártásvezető annó, a Drábik meg volt a Szabad Európa Rádióban is, na mindegy, voltak ott ilyen érdekes vonalak. Aztán sok évvel később megkerestem a lakásán, emlékezett rám, persze csak később árult el, és furcsa mód, amikor ezt az interjút elkészítettem, akkor ő saját magától, hát egy kicsit kiosztotta Rudi bácsit, mint Rudolf Steinert, én meghagytam, nem tudom. A rövid válaszom az lenne a fiatal embernek, aki feltette ezt a kérdést, hogy kérdezze meg Drábik Jánostól, írjanak egy e-mailt, szokott válaszolni, úgyhogy szerintem ő majd fölvilágosítja. Nem tudom, hogy miért olyan fontos, hogy a Drábik úr mit gondol egyébként Rudolf Steinerről. De ez csak így magunk között, két szem közt. Témánál maradva még az érdekelne, hogy van-e tapasztalata a román antropozófiai társaságot illetően? Nincs. Mert tudom, hogy van ilyen társaság, de mintha nem lenne annyira aktív, mint a magyar. És a matról, vagy Takács Péterről tudná-e mondani valamit, amit hasznosnak vél, valami tapasztalata volt-e velük kapcsolatban? Igen, sok tapasztalatom volt velük is. Menj el, látogass meg a MAT-nak az épületét, tartanak előadásokat. Ha jól tudom, Takács Péter még a Magyar Antropozófiai Társaság elnöke, ismerkedj meg vele, ne tőlem kérdezd, a saját tapasztalatodra, a saját benyomásaira hagyatkozzál szerintem. Lesz mit tanulni. És akkor még gyorsan néhány utolsó kérdés. Hogyan reklámozzuk magunkat és a munkáinkat? Szerintem nem kell túlságosan ebből nagy gondot csinálni, mert rengeteg felület van. A bizonyíték arra, hogy ha valami jót csinálsz, az emberek elkezdik megosztani. Szerintem a legjobb marketing fogás az, amikor az emberek egymás között, vagy a szájhagyomány útján terjesztik el azt, amit készítettek. Meg kell ütni egy bizonyos szintet, ki kell találni, mit szeretnétek mutatni a világnak, vagy a világ mit mutatott nektek, és akkor rá fogtok érezni, hogy hogyan lehet magatokat menedzselni. Nálam ez úgy működött annak, amikor elkészítettem az első filmet, hogy nem volt pénzem, se időm arra, hogy az első kis filmes próbálkozásomat én itt megmenedzseljem, meg tudom én marketingoljam, hanem egyszer annyi volt, hogy kitettem a Vimeo-ra, ami ráadásul Európában nem egy nagyon ismert dolog volt még annó, még most sem annyira egyébként, hasonló, mint a YouTube, és néhány e-mailben kiküldtem ismerőseimnek, egy-két barátomnak, hogy na, megcsináltam életem első dokumentumfilmét, és azt vettem észre, hogy naponta 200-300 ember nézegeti, és egyre többen, ez volt az első kulturális kreatívokról szóló filmem, amit Magyarországon készítettem az akkori barátaimmal még. És még egyszer mondom, hogyha megszületik benned egy ideja, ami fontos, hogy segíthet másokon, rajtad, stb., az menni fog. Öncélű dolgokat, hát azt, meg hogy mi a motiváció, business, lóvé, stb., azzal sincsen semmi baj. Arra ott vannak ezek a cégek, a marketingesek, meg mit tudom én, úgyhogy abban nekem nincsen tapasztalatom. Én a közösségi finanszírozásba és a közösségben hiszek, és egyébként ez működik. Tehát ez egy teljesen más életforma, sokkal nehezebb, sokkal hektikusabb. Kellenek hozzá idegek, de megéri, mert szerintem sokkal jobb egy nem kitaposott úton menni előre, de mindenkinek, hát ez egy hatalmas klisé ugyancsak, a saját útját kéne megtalálni, ami ugyancsak kurva nehéz, de lehetséges. Úgyhogy én azt mondanám mindenkinek, hogy bátran, bátran
próbálkozzon, és én ezt a barátok közötti hírleveles dolgot venném előre. Ez jó. Hogyan növelhetem az önbizalmamat? Na, ez egy érdekes kérdés. Először is, óvakodj azoktól, akik nagyon biztosak magukban. Olyan ember nincs. Olvasd el Carl Gustav Jungnak az autobiográfiáját, azt hiszem az a magyarországi kiadásnak a címe, hogy Emlékek, álmok, gondolatok. Abban a könyvben vannak jó sztorik erről, hogy még Jungot is néha be tudta csapni egy-két nagyon híres, professzionális paciense ott Svájcban. Aztán a sztori csatlanosan ér véget, ugyanis Jung, a nagy Carl Gustav, igencsak nagy önbizalom hiányba szenvedett néha, amit leírt annak alapján. Visszatérve praktikusan, én annyit tudok csak mondani, hogy én azt hallottam, olvastam, és azt próbáltam ki magamon, hogy a legjobb önbizalom növelő dolgok egyike az, hogy naponta sétáljál másfél órát, vagy két órát. Nem kell futni, nem kell edzőterembe járni, sétáljál. Az csodákra képes. Nem én mondom, Goethe mondta többek közt. Próbálj megbocsátani a hülyéknek, szűrd, és ne foglalkozz túl sok hülyeséggel. Nekem is nagyon nehéz a mai napig, de hát még életben vagyok. Huha, itt vannak kérdések videóvágás, szerkesztés, eladásmód, világítás, fotózás kapcsán is, de ez nem fog beleférni a mai adásba. Meglepődtem, hogy azért küldtetek rendesen kérdéseket. Nem tudom, hogy sikerült-e választ is adnom nektek, vagy inspirálni legalább titeket ezekkel a gondolataimmal. Október 7-én Kecskemétre kaptam meghívást, egy ottani közösség szeretne velem beszélgetni, úgyhogy ha szeretnétek velem személyesen találkozni, és ott a kérdéseiteket feltenni, akkor gyertek le Kecskemétre október 7-én, az internetes felületeimben megtaláljátok a részleteket, és hát most egyelőre ennyi, ez volt az egy csütörtököt mondok, nagy kérdőjeles rovatomnak az első epizódja. Ha lesz rá szükség, akkor folytatom jövő héten csütörtökön is. Addig is írjátok meg kérdéseiteket, ha még van ezek után, és az e-mail címem a következő, a publikus fogelmedia1 számmal, tehát fogelmedia1@gmail.com. Áldás!